Sikerkovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsodabau Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. Múlt heti műsorunkat folytatjuk, itt van velem a stúdióban Bajusz Gergely, az Avalon Ristorante korábbi és az Il Baffo mostani vezetője. Jó napot kívánok! Szép jó napot mindenkinek ismét! A múlt heti adásból megtudhattuk, hogy hogy csöppent a vendéglátásban, az olasz évekről kaptunk egy kis ízelítőt, hogy mit gondol az olasz emberekről, hogy pozitívan szólt róluk, illetve hát, hogy mint magyart elfogadták, illetve azt, hogy miért tért haza Magyarországra, hogyan került az Avalon Kft. Látómezeire, és milyen lehetőségeket kapott, illetve az olasz konyháról is beszéltünk. De beszéljünk az új küldetéséről, az Il Baffóról, ami múlt évben nyílt meg, és azt mondják, hogy ez formabontó, illetve még az is érdekelne, hogy kinek szól. Két évvel ezelőtt kezdtünk el gondolkodni egy olyanban, hogy nyílik egy gyönyörű szép új székháza itt a cégcsoporton belül az anyacégünknek, és ez a székház, ez két magas, hat emeletes irodaház, és hát így a mellette lévő épületben nyithatnánk egy éttermet. Na most azért itt egy picit külvárosban vagyunk, bár Miskolc nem olyan nagy, tehát könnyen megközelíthető, gyorsan oda lehet érni akár a város másik pontjából, és hát hogy nyissunk éttermet, de hogy milyen éttermet. És ezáltal, hogy azért külváros, egy ilyen gyárvárosi részlegben, ahol napközben rengeteg úgymond a mozgás, rengeteg autó, átmenő forgalmakkal, négy sávos út jobbról, balról, pályaudvar közelben, a buszpályaudvar, a vonatpályaudvar, a buszpályaudvar 3 percre, tehát hogy egy elég mozgalmas, viszont este nem igazán van itt élet, kicsit most, ha mondhatjuk így, hasonlítjuk Los Angeles downtown, ahol napközben mindenki ott van, az összes bankár, aztán este meg nincsen semmi, és hát ehhez milyen éttermet is lehetne nyitni, és abszolút nem a hagyományos, ha nevezhetem így, hagyományos étterem, ahol pincérek vannak, fehér abroszok, és akkor kiszolgálunk, és szép étterem, vagy hogy mondjam, tehát a hagyományos éttermeket, ezért valami tényleg egy formabontót, és akkor bontsunk formát, és csináljunk valami olyat, és innen jött, hogy ez, hogy az irodai étkeztetés, az ebédeltetős dolgok, reggeli nem nagyon volt két évvel ezelőtt Miskolcon, most már van egy-két étterem, aki egy picit foglalkozik ezzel a dologgal, bár a magyar embereknek nagyon még az elején vagyunk, és nehéz ez átvinni, valamiért szeretnek otthon reggelizni az emberek, és nem vagyunk még olaszok egyelőre, hogy semmiképp ne otthon reggelizünk, hanem a helyi kis kávézóban vagy bárban. Úgyhogy hát itt két év alatt raktuk össze kollégákkal fejbe, hogy akkor mit is akarunk csinálni. Hát olyan kellett mindenképp, ami egyrészt gyorsan tud enni az ember, hiszen napközben az ebédeink az, hogyha nem egy olyan üzleti ebédről van szó, ahol kifejezetten megvan az időpont, és akkor arra a napra úgy nem nagyon teszünk napközbenre már semmit, hiszen egy ebéd el tud húzódni egy-két órán keresztül is, gondolok itt az utazást is beleért. Hiszen biztos vagyok benne, hogy Miskolc bármely éttermében meg lehet ebédelni egy óra alatt, itt csak az a lényeg, hogy mikor elindulunk, és még megállunk, és stb., és kiválasztjuk, és jön a pincér, és sok ilyen. Szerintem ő, hogy ezt hogyan tudjuk felgyorsítani, hogy a stressztől legalább erre a kis fél órára az embereket megmentsük, és ki tudjon kapcsolódni, és ne idegeskedés legyen az ebéd végén, hanem inkább boldogan távozzon tőlünk. És hát innen jött a formabontó lényege, hogy egy ilyen félig meddig szervisz éttermet. Megmondom őszintén, mindannyian nézelődünk és tanulunk, és én is jártam itt az elmúlt egy-két évben más ilyenfajta vendéglátást működtető éttermekben, az országban és külföldön, és hát megnéztük, hogy mi működik jól és mi nem működik jól, és rengeteg ötletet találtunk, amiket úgy összeraktunk, hogy hogyan is tudna ez működni. Ez tényleg rengeteg munka volt, és így az Avalon mellett
azért tényleg időt kellett tudni szakítani erre is. Szerencsére az Avalonban olyanok a kollégák, akik velem dolgoztak, hogy gyönyörűen működtették az éttermet nélkülem is, amíg foglalkoztunk ezzel a másik projekttel. És erre mai napig büszke vagyok, hogy ilyen kollégákat sikerült találni, és sikerült együtt működtetni az elmúlt majdnem 9 évben, 9 szezonban, 8 évben, és hát volt idő ezzel foglalkozni, az Iabuffo-val. Az Iabuffo-nak tényleg van egy olyan bizonyos tulajdonsága, amit jól tudtunk letenni az asztalra, már nyitásnál, mert azóta is rengeteg vendégünk van napközben, és ez köszönhető akár a saját parkolóinknak, ami közvetlen az étterem előtt és mögött vannak. Még az is közrejátszik, hogy ugye, ahogy mondtam, egy ilyen félig meddig self-service étteremről beszélgetünk, mondhatjuk, hogy az ételek 50%-át a vendégek maguknak ki tudják választani, és el tudják vinni maguknak az asztalhoz, a másik felét pedig a séfek, szakácsok vagy pincérek szolgálják ki, viszont ki tudja választani, hogy azt kérem, van olyan ételünk, ami abszolút tálalásra készen van, tehát azonnal meg tudja kapni. Van olyan ételünk, mint például a alaménű készült friss olasz tésztáink, ezek egy pár perces munkafolyamattal tudnak a végső állapotukban a tányérba kerülni. Itt a kínálat hogy oszlik meg? Hogy van olasz is, meg akkor van kontinentális, vagy abszolút, magyar? Abszolút, ez egy, ahogy a neve, mint Iabuffo, olasz étteremként működünk, de figyelembe véve azt, hogy mennyire kell csak olaszt követni, hogy az emberek mennyire, itt mindenképpen kell követni, hiszen főleg úgy, hogy levesesek vagyunk. Az olaszoknál olyan sok leves nincsen. Van, finomak is, de azért a magyar leveseknek szerintem nincs párja a világban. Meg a főzeléknek? Hát meg a főzeléknek mondhatjuk így is, már az biztos, hogy egy olasznál nem nyernék főzelékevőesét, nem nevezne senki, mert az valamiért, főleg a férfiak, tehát egy olasznak, ha azt mondjuk, hogy főzelék, akkor ő vagy azt hiszi, hogy azért, mert beteg vagyok, és azért csináltál nekem ilyet, vagy azt gondoltad, hogy gyerek vagyok. Tehát egy olasz férfi biztos, hogy nem fog enni főzeléket. De hát pedig ez nem a kakaószint. Hát nem. De viszont nálunk, vagy akár mondhatjuk így Európát is, de Amerikát is, azért az, hogy csak olasz, az nem biztos, hogy mindenki nyerésére válik, ezért ide főleg éttermi, vagy ebédeltetős éttermi rendszerben kellenek a különböző ízek. Úgyhogy mi egy egész jó kis nemzetközi részleget működtetünk itt, tehát vannak magyarok, vannak világból, akár az ázsiai vonalat nézve. Ezeket kitalálják ki egyébként, hogy mi kerül föl az étlapra, vagy a menüsorba, megmondom, mind a kettő van akkor. Hát nézze, én megmondom őszintén, nyilván az elején volt egy koncepciónk, ahol én megadtam az inputokat, de ezért nagyon kevés vagyok egyedül, ezért van séf, van F&B részlegvezető, aki nekem úgymond a jobb kezem, aki úgymond a gazdasági részével is foglalkozik, és a beszerzésekkel, alapanyagokkal, van üzletvezetője a helynek, aki egy volt kollégánk az Avalonból, aki olyan szépen csinálta a dolgait, nem profi vendéglátósként, hanem egyszerűen csak szeme volt az egészre, ezért őt neveztük ki az elején, és úgy látszik, hogy jól tettük, hiszen a mai napig ő a vezetője a helynek, a vendégkörben, tehát a vendégek között a pályán, és közösen találjuk ki, úgymond. Nyilván nem minden nap leülünk, és minden ételt átbeszélünk, hiszen akkor a séfnek akkor milyen szabad kezet adunk, ha mindent el kell dönteni, csak az elején megvoltak az inputok, hogy így olasz, így egy picit nem, ezt vigyük bele, azt vigyük bele, hogy forgassuk, hogyan legyen másnap, ne ugyanaz, stb. Úgyhogy közösen találjuk ki a dolgokat. Most már nyilván szoktam beleszólni, nem mondom azt, hogy nem, de viszont jól működik a rendszer. Tavaly nyitottak, és idén pedig már az Audi Dining Guide év étterme gálán az év alternatív vendéglátóhelye díjat szerezték meg, kapták meg. Ez elég gyors sikernek mondható, hogy ezt minek tudja be, és ez mit jelent önöknek? Hát nekünk nagyon sokat jelentett, és meglepő módon is kaptuk meg ezt, de teszem hozzá, lehet, hogy ennek a címnek itt van a hazája, hiszen egy másik miskolci, szintén picit formabontó étteremnek nevezhető. Ők is elnyerték ezt a díjat 2-3 évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan, lehet, hogy picit több, talán 4-5, de hogy ezek szerint Miskolcon ebben sikeresek vagyunk, hogy csináljunk valami más, ne a szokásost és versenyünk egymással, Budapesten, Sopronnal, Győrrel, nem tudom, hanem mikor csinálunk egy újdonságot, akkor az itt Miskolcon ezek szerint tökéletesen működik, hogy már másodjára érkezik Miskolcra ez a siker. Itt ami kellett, az, amiket nagyjából elsoroltam, hogy mi kellett hozzá, és hogy más. Itt nem rendel a vendég, az asztalnál
magának viszi, de mégis megvan az a szép helyszín, az a tisztaság, az az a fajta vendégre koncentrálunk. Tehát, hogy akik dolgoznak, kollégák az étteremben, attól függetlenül, hogy mondjuk úgy, hogy self-service, attól függetlenül az összes szemünk rajtuk van, és figyelünk, és segítünk. Azt mondja, egy vendégnek a tárcát be kell tegye, úgymond ezekre a ilyen tárcatartó dolgokra, kocsikra, attól függetlenül szerintem a vendég 50%-ának kivesszük a kezéből, és elrakja egy lány vagy egy fiú a helyére, tehát odafigyelünk rájuk. Kicsit tekintsünk most ki az egész piacra. Hogy látja, hogy mennyit változott a magyar vendéglátás az utóbbi 10-20 évben, és hogy, tehát, hogy fel lehet tenni a magyar gasztronómiát a világ gasztrotérképére. És ha még ez egy út és folyamat, akkor mi kell ahhoz, hogy a magyar ételek kedveltek legyenek külföldön, a magyar éttermek minél nagyobb számban, bár látunk most már pozitív példákat, de minél nagyobb számban elismertek legyenek? Hát ehhez, ami kell, én azt gondolom, hogy nagyon sokan el kell higgyük, hogy ezt meg lehet csinálni. Az elmúlt 10-20 évet, ahogy kérdezte, hogy mennyire változott, hát mondhatjuk úgy, hogy nagyon. Tehát ha csak belegondolunk abba, hogy van egy francia guide, a Michelin, aki úgymond azért szeret az ő kis világába mozogni, és ő eldönti, hogy hova megy, meg hova nem megy, meg hol érdekes és hol nem érdekes a történet. Most ha azt nézzük, hogy az elmúlt 5-8 évben milyen dolgokat tett le a magyar gasztrómia, akkor ilyen is sikeresnek mondható, hiszen van már egy jó pár Michelin csillagunk, és ugye tavaly és az éven is bebizonyította az ország, hogy rengeteg olyan kis étterem van vidéken is, amire érdemes figyelni. Nem véletlenül történt meg az, hogy a Michelin már kimozdult Budapestről is, és megkapták a vidékiek is a Michelin ajánlásokat és egyéb díjakat, mint a Bib Gourmet. De ha azt nézzük, hogy a Bocuse d'Or, ami a világ első számú séf vagy szakács versenye, ami szintén ugye francia országból indul, ők valahogy mindig ott vannak ebbe, hogy majd ők megmondják, de hogy azért a Bocuse d'Oron azok az eredmények, amiket elértek a Szél Tamásék és egyéb versenyzők, hogy azért számolniuk kell velünk így a versenyeken, ez biztos. És azt látom én, hogy persze főleg Budapesten, hogy azért a külföldiek igenis keresik már most ezeket az éttermeket, és akár el is indulnak innen a közelből, nem feltétlenül Argentinából, de mondjuk egy Svájcból, vagy egy Olaszországból, vagy csak a környező országokból, igenis eljönnek az országunkba, mert meglátja ezt az éttermet, hogy hoppá, itt van ez a Michelin csillagos, teljesen mindegy étterem. Tudod mit? Menjünk el egy hétvégére Budapestre, vagy Magyarországra, és közben elmegyünk ebbe az étterembe. Tehát nem feltétlenül... És a vidék itt mennyire tud labdába rugni? Mert mondta, hogy már kitekintenek vidékre ezek az ítészek. Nem vagyunk nagy ország, tehát hogy közel van minden. Tehát ha Budapesten leszállunk, vagy Debrecenben leszállunk a repülőtéren, azért egy ilyen 100 kilométeres távolságban tudunk találni vidéken is jót ezektől a repterektől. Most egy olyan ország, mint mondjuk Olaszország, vagy Franciaország, vagy Németország, az a 100 kilométer nem távolság. Lehet, hogy minden nap megteszik, ezért most már úgy gondolja, hogy mert eddig, ha nem ismert az országunkat, és azt mondják, hogy az nem Budapesten van ez az étterem, akkor azt mondja, hát én oda nem megyek. Aztán amikor rájönnek, hogy ja, egyébként csak 100 kilométer, hát akkor megyünk. Tehát, hogy azért labdába fogunk tudni rúgni, főleg, hogyha ez még több hírt kap, még több gasztrómiai szintű hír megy a világban, akkor ez még sikeresebb tud lenni, én úgy gondolom. A hagyományos magyar tradicionális ételekkel töltött káposzta, magyar gulyásleves, ezeken mennyire lehet labdába rúgni, vagy mennyire kell ezeket megújítani ahhoz, hogy mondjuk a külföldi, mert például egy rántott körömpörkölt szerintem az egy rohammentő egy nyugat-európai embernek, miközben nagyon finom, de hogy mennyire kell ezeket megújítani ahhoz, hogy sok külföldi is elfogadja ezeket az ételeket, sőt, szeresse és keresse, illetve az éttermek is felkeltsék akár a Michelin csillagok odaítélőinek a figyelmét. Én azt gondolom, hogy egy receptet nem kell megújítani. Tehát, ha egy töltött káposztának van egy receptje,
vagy egy körömpörköltnek, akkor annak olyannak kell lennie. Az, hogy kicsit tovább gondoljuk, és elkészítjük egy picit másképpen, azon nincsen semmi baj, de nem kell, nem szabad szerintem elengedni. Megkérdezem én, hogy egy carbonara vagy egy pernarabját, tehát akarunk-e újra gondolni? Én nem hiszem. Ugyanúgy készítjük, ahogy készítették. Tehát fontos a hagyomány. 50 évvel ezelőtt. Az, hogy egy picit más technológiával készítjük, az megint egy másik kérdés, hogy megkeressük hozzá a legjobb alapanyagokat, és mondjuk azt mondjuk, hogy azért a töltött káposzta, vagy tök mindegy gulyáslevesnél figyeljünk oda tényleg a tradicionális dolgokra. A gulyásleves, én megmondom őszintén, szeretem otthon magamnak elkészíteni kicsit pörköltösebben, tehát inkább egy ilyen gulyás pörköltnek nevezném, ami egy picit sűrűbb állagú. Mm-hmm. Én megmondom őszintén, én olívaolajat szeretem. Akárhányszor csinálom, egyébként mindenki nézi, hogy most ez mi olívaolajjal kezdődik, mi baja lesz. De attól függetlenül a tradicionálisnak nem biztos, hogy el kell ezt engedni. Azt, hogy valaki kipróbálja és úgy csinálja, az egy dolog, de nem kell ebből nagy hírt csinálni szerintem. De valószínű, hogy egy penne arabjáta se lesz biztos olyan, amilyen mondjuk egy sertészsírra. De mondom még egyszer, nem mondom azt, hogy nem kellenek tradicionális éttermek, sőt, kellenek, és finomak is. Van az országban tényleg sok olyan étterem, akik mondhatjuk ezt Gyöngyöst, de mondhatjuk a Balaton környékét, mondhatunk Debrecenben éttermeket, akik olyan tradicionális konyhákat működtetnek, amik a tényleg legyen az egy káposztás leves, legyen az egy tényleg egy körömpörköt, amiről már beszéltünk, hogy ezeket tényleg nagyon finoman készítik el. És nem feltétlenül tett hozzá újat, csak egy picit más technológiát alkalmazott, kicsit másképp készített el a hús hozzá, ő maga csinálta hozzá a káposztát. Tehát, hogy tényleg sok olyan dolog van, amire figyelni kell, és nem biztos, hogy például ezt egy nagy áruházban kell megvásárolni a savanyú káposztát, hanem meg kell nézni, hogy mondjuk a helyi piacon milyen savanyú káposzta van. Az elején azzal kezdtük, hogy indult el a pályája, a gyerekkor, stb. De igazából akkor most megint egy kicsit beszélgessünk önről. 2021-ben a Dining Guide gálán elnyerte az év szervízembere díjat. Miért ön? Mit gondol, miért ön? akik velem együtt mások években elnyerték, lehet, hogy ők maguk se tudnák megmondani a választ, mert magunkat, nem mi magunk mondjuk el, hogy miért vagyunk jók. Hát én most nem arra gondoltam, hogy agyon dicséri magát. Szerintem itt csak annyi, hogy ami tényleg, tehát hogy szeretem a munkámat igazából, és tényleg sokszor fordul az elő, hogy nem is tudom már mennél haza, de mégis még egy asztalhoz oda megyünk, még egy vendég. Tényleg 100%-ban odafigyelünk arra, hogy az, aki bejött hozzánk, az csak úgy menjen el tőlünk, hogy ő holnap is vissza akarjon jönni. Tehát én azt gondolom, hogy az a vendégszeretet, ami kell hozzá, az az odafigyelés a vendégek felé. Tehát azért a vendégek elég fontos, meghatározó dolgai a mindennapi életünkben. Tehát hogyha nem tudjuk a vendégek felé megmutatni mondjuk a szeretetünket, vagy a hozzáállásunkat, akkor abból baj lesz. És hát valószínű, hogy akik ezt eldöntötték, hogy mondjuk én legyek ott abban az évben, ők azért ismernek engem, látták, hogy mit teszünk, tudják, hogy miket teszünk vendégekkel, vendégekért, hogyan viselkedünk. Az év szervízembere díjat, amit minden évben kiosztanak, az azért igen, ott ismert, elismertnek kell lennie a kollégának, dolgozónak. Ez lehet akár úgymond egy üzletvezető, egy főpincér, lehető egy tulajdonos is az étteremben. Itt igazából az, hogy hogyan jelenik meg és mit tesz a vendégeiért, a kis éttermében lévő vendégeiért. És ön a vendégek körében tartózkodik többet, vagy a konyhán? Tényleg hogy néz ki, hogy amikor főznek benne, akkor bemegy, vesz egy kanalat és belekóstol a levesbe, és mondja, hogy tegyetek még bele sót, mire a séf mondja, hogy szerintem nem kéne, és akkor itt ért véget az ő karrierje, vagy hogy kell elképzelni? Nem, abszolút nincsen ilyen, de természetesen vannak ilyen dolgok, hogy hát kóstolnunk kell. Nyilván azért is van ekkora hasam, mert muszáj kóstolni egyszerűen, de abszolút igen, én úgy mind a kettő részen tartózkodom. Egy séf munkáját nyilván mondhatjuk, hogy minden tulajdonos elbírálhatja, megbeszélik, lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs, de valahol mindig... Mennyire hallgatja meg a kollégáinak a véleményét? Hát amennyire ők is engem, tehát abszolút oda-vissza játszik ez, és tényleg meghallgatjuk egymást. Mivel én hiszek bennük, bízok bennük, akik velem vannak, onnantól kezdve nem lehet baj.
Úgyhogy, de természetesen... És csapatmunka egyébként? És mennyire kell, hogy erős kollektíva legyen? Hú, nagyon. Itt ez minden a csapatról szól, és egyébként talán ott visszatérve erre az év szervízembere Dínál is, akkor is ezt mondtam, hogy ezt egyedül nem tudtam volna megcsinálni. Mert hogyha ha nem segítenek a kollégák, akkor nem biztos, hogy tudok figyelni ennyire azt, hogy a vendég éppen hogyan érzi magát, mert akkor mással is kellett volna foglalkozni. Tehát igazából minden csapaton múlik szerintem. Egy Michelin csillag vagy a világ legjobb séfe díja is a csapaton múlik, nem csak magán, azon az egy emberen. Tehát a vendéglátás, de azt gondolom, hogy máshol is így van, tehát a csapat az nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy a csapatban lehet elérni sikereket. Mennyire nehéz új kollégákat szerezni, jó kollégákat, és mennyire nehéz megtartani a régieket, hiszen most azt halljuk, hogy a vendéglátás terén nagy a fluktuáció, nagy az elvándorlás. Meg is tudom cáfolni, meg nem is. Amivel meg tudom ezt cáfolni, az, hogy itt nem feltétlenül azért van, mert nem szeretik, vagy nem akarnak benne dolgozni, hanem inkább nyílnak folyamatosan az éttermek. Minél több étterem nyílik, annál több személyzetre van szükség, és az országunk az 10 milliós volt 20 éve is, meg most is, most persze mondhatja valaki, hogy de elmentek 200 ezeren, akkor is mentek el szerintem régebben, sőt, én azt gondolom, hogy 89-90 környékén, mikor megnyíltak a határok, én azt gondolom, hogy sokkal több ember ment el, mint most. Csak akkor nem biztos, hogy lehozta úgymond a hír, nem volt internet, ahol ezt minden nap elmondta volna valaki, hogy hú, már megint mennyien elmentek. Persze hozzáteszem, szerintem sokan jönnek haza, itt vagyok én példára. Ez így van, tehát, statisztika tehát szerint hogy, is. Hogy azért én azt gondolom, hogy itt az, hogy ha most Miskolcot nézzük, vagy Budapestet, 20 évvel ezelőtt ötödennyi étterem volt, mint most. Na most... Így, hogy sorban nyílnak a jó éttermek, az a létszám, ami mi vagyunk, az kevés. Tehát most, ha megnézzük egy Olaszországot, vagy egy Franciaországot, de akár az USA-t, most, hogyha ott minden étteremben csak a helyiek dolgoznának, akkor nem, akkor be kellene zárjanak, mert nem volna. Tehát, hogy ez a vándorlás mindenhol van, és megyek egyik étteremből dolgozni a másikba, vagy hogy... A műsor első részében kritikával illette a migrációt, de az illegális migrációra értette, akik bejönnek és nem akarnak dolgozni. Viszont a legális migrációra munkavállaló érkezik Közel-Keletről, Ázsiából, abszolút, szomszédos országból, az ellen akkor nincsen ellenvetése. Dehogy is, sőt, hát én, pont én, aki külföldön értem, nekem nem is lehetne. Úgyhogy én abszolút azt mondom ma is, hogy igenis... De akkor ez egy kamu, hogy elveszik a magyar ember kenyerét, nem? Hát én nem gondolok ilyesmire sose. Én se vettem el Olaszországban senki kenyerét. Ha dolgozunk tisztességesen, akkor mindenhol meg tudjuk állni a helyünket, és én azt gondolom, hogy abszolút... nyitott az a dolog, hogy igenis megyünk a világba, meg egyébként, mondom még egyszer, én, aki külföldön éltem, én soha nem mondanám senkinek azt, hogy ne menjen, mert abból tanulunk, ott látunk világot. Az megint más, hogy úgy megyünk, hogy na, én soha többet oda-vissza nem megyek, ahol éltem, meg szidom, most teljesen mindegy, hogy Magyarországról beszélünk, vagy másik országról, ahonnan elindul. Én az olaszországi éve a tapasztalataim alatt csak Olaszországban tudom, hogy hány olyan olasz barátom, ismerősöm van, akinek a rokonai elvándoroltak Argentínába, Németországba, egyébek, majd visszajöttek, ott születtek. Tehát, hogy én szerintem ezzel nincsen gond. Hiszen megyünk a világba, ott tanulunk, dolgozunk, fejlődünk, családot alapítunk, és megyünk igazából. És azt gondolom tényleg, hogy az éttermek maximum emiatt lehet Magyarországon ez, amikor ezt kimondjuk hangosan, jó probléma. Egyébként nyitva vannak az éttermek most is. Én nem tudok olyan éttermeket most jelen pillanatban, amik úgy zártak be, hogy ismert étterem, és nem nyit újra. Tehát, hogy azért ez egy kicsit olyan nekem kamu. Hát a Covid azért nem biztos, hogy jól jött az ágazatnak, nem? Hát nézzük, Covid, az szerintem senkinek nem jött jól, nem csak az ágazatnak, hanem más ágazatnak sem. Bár lehet, nyilván itt is megy a beszélgetés, mert az építőiparnak jó lett, de a kocsinak nem, vagy a vendéglátónak nem. De igazából ezt a Covid, mint betegség, az biztos nem jött jól senkinek, az 100%. Tehát már túl vagyunk rajta szerencsére, és szerencsére egyre kevesebbet beszélünk róla. Úgy felcsillant a szem, amikor azt mondta, hogy miskolci vagyok, meg hát a feleségem is. Mennyire lokálpatrióta? Mit gondol Miskolcról és a megyéről? Hú, hát
lehet, hogy ezt nem is kell mondjam, itt vagyok bizonyítéknak, hogy én egy Budapest, egy Olaszország, és persze teszem hozzá, az olaszországi életem során dolgoztam más országokban is, mint fiatal, szerencsét próbálva Hollandiában, Angliában. Hát most itt vagyok, immáron majdnem 9 éve, ugye, ami ott az Avalon Park nyitott, és hát én nagyon szeretem ezt a várost, tényleg a nagyszüleimtől kezdve mindenki itt élnek, szeretem a miskolci embereket, a miskolci focit, a miskolci életet, azokat a helyeket, amik körülvesznek, tehát az a bűk, az avasi pincesortól kezdve, mondhatnék bármit, itt van mellettünk ugye a tokai régiótól kezdve, tényleg olyan sok minden jó, és én ezt is kifejezetten szeretem, és úgy gondolom, hogy itt is akarok élni egész életemben most már, mert jól érzem magam, és tényleg van egy ilyen kis közvetlen kapcsolat rengeteg emberrel. Ugye voltak régiek, akiket ismertem, még mielőtt fiatal koromban elutaztam volna. Most meg még több embert ismertem meg, és tényleg Miskolcon egy ilyen nagyon jó kis közösség van, amit én ismerek, és én tudok. Arra már nem emlékszem, hogy a műsor felvétel előtt az első részben, vagy most beszéltünk arról, hogy a gyerek, hogy van gyerek. Hogy egy gyermeke van? Kettő. Fiúk, lányok, mekkora? Mind a kettő lány. Lány. És ők merre fognak menni? Átveszik aputól a stafétát? Még ők kicsik, azt még nem tudjuk. Bár a kislányom, ő most is jelen pillanatban is a iskola mellett péntek-szombat jár egy főzőtanfolyamra itt Miskolcon. Szerencsére mind a kettő szereti azt a kis... Hány éves? 12. Ilyen gyerek főzőtanfolyam, igen. És volt nyári táborban is volt, főzőtáborban. De igazság szerint a kicsinél volt az a tapasztalat, hogy ugye az én főztöm, vagy az én ötleteim és kreálmányaim, az akár az éttermeinkben, akár otthon, hogy a kicsi, amikor bölcsibe járt a most kis 4 éves, akkor szóltak a feleségemnek, hogy a gyerek nem eszi a tésztákat, hogy nem-e gluténérzékeny, és nincs-e vele valami baj, és akkor hát mondta a kedves feleségem, hogy hát az van, hogy otthon az apuka tésztájához van. Reggeli, ebéd, vacsora tészta. És ő azt a tésztát, azt viszont azt két tányérra. Hogy nem azt, hogy sokat teszik belőle, és már nem kívánja. Hanem, azt a tésztát, amit a bölcsibe adtak, azt ő nem akarta annyira. Az neki nem jött be, kicsit inkább ezt az olaszos vonalat kedvelte, úgyhogy... Értem most már. Úgyhogy a gyerekek szerencsére jól vannak idézőjelben, de nem csak mint evés, hanem az étteremben lévő viselkedés is. Ugye nálunk cégcsoporton belül itt Miskolcon ugye nyílt egy Avalon iskola, egy általános iskola, ami egy magániskola, Cambridge-i oktatási rendszer működik ott, és ott is van egy kis saját konyhája az iskolának, ahol pont azért akartuk azt, hogy saját konyhája legyen az iskolának, hogy egyrészt nem csak az, hogy mi készítjük az ételeket, és egészséges, és a többi. Nyilván a többi iskolában is egészséges az étel, nem is ezt akarom mondani, hanem azért egy picit kövessük azt, hogy az alapanyagok, és tanítsuk a gyerekeket arra, hogy mit eszünk, hogy eszünk, hogyan viselkedünk mondjuk egy étteremben, egy étkezdében, milyen evőeszközt használunk, milyen ételhez, tehát hogy ezért is akartuk, hogy ne csak egy egyszerű kis menza, és akkor szépen rájönnek a gyerekek, megeszik a kis tarhonyást, húst, és mennek tovább, hanem akkor ne tarhonyás húst adjunk nekik, mert azt úgyis csinál otthon nagymama, vagy bárki, hanem adjunk olyanokat, amit nem biztos, hogy ne az legyen, hogy a gyerek még 10 évesen is azt fogja mondani, hogy már bocsánat, a kifejezés, hogy utálom a spenótot, hanem hát szeretessük már magunkkal ezt a spenótot, és készítsük egyébként úgy, ahogy mondjuk exkluzív éttermekben készítik, mondjuk friss spenótból, vagy teszem azt a hal, minden gyerek csak annyit tud mondani, hogy jó, én a halat nem szeretem, de ha az úgy van elkészítve, odafigyelve, és nem csak egy rántott halfilé, ami annyira nem biztos, hogy tényleg egészséges, mint hogy ez le is van írva, tehát nem én mondom, hanem le is van írva. Hát az néha nyomokban tartalmas csak halat, hát, nem? Igen, tehát hogy akkor tényleg legyen az hal, és igen, tehát hogy... Nem a halfilén, azok a kis rudakra. Azok a rudak, azt, igen. Tehát, hogy van sok olyan dolog, amit meg kell tanítani velük, és valóban ne azt a világot lássák, ahol tényleg a rántott hús, sült krumpli, és ennyit tudjon a gyerek, hanem mondom a viselkedést az étteremben, mit mivel leszünk, ahogy már soroltam, tehát, hogy ezért is a gyerekem örülök, hogy otthon is ezt kapja, az iskolában is ezt kapja, és igenis, hát ez is az életem. Bár egy ilyen tanfolyam lehet, hogy ráférne egy-két szülőre is, amikor nem szól rá a gyerekére az étterembe, hogy ne ugráljon az asztal tetején, de ezt ön ne, hogy mondjam, kommentálja. Én nem. Ennyi munka mellett jut idő kikapcsolódásra, hobbira? Van, abszolút. És mi a hobbija?
Hát a hobbi, hát az hobbi az inkább a család, mondhatjuk így is. Nyilván a sportot követem, sajnos már nem csinálom, már jó régóta. Például, amit már beszéltünk a lokálpatriotizmusnál itt a fociról, vagy a Diósgyőrről, akkor igen, sose gondoltam volna, hogy én aki szerettem foci meccsre járni oda, ahol úgymond a balhék voltak fiatal koromban a kanyarba. Most hát a másik oldalra járok, ahol a tribűn van, ahol a boxok, ahol úgymond a kicsit nyugodtabb verzió van, és hát a kislányommal így feljött egyszer tavalyi évben, hogy menjünk ki a meccsre, és kimentünk, és azóta nem tudunk nem menni, mert egyszerűen akar menni a kislányom, és hát ez most egy ilyen apa-lánya nap lett mindig, mikor a Diósgyőr játszik, úgyhogy megyünk, és most ez a legújabb hobbink, hogy meccsre járunk ketten a kislányommal. Hát akkor hajrá, Diósgyőr, jó szurkolást kívánok! Köszönjük szépen! Bajusz Gergelyt, az Avalon Ristorante korábbi és az Il Baffo mostani vezetőjét hallották, mai műsorunk véget ért. Én köszönöm a figyelmüket, Bajusz Gergelynek pedig, hogy bejött hozzánk és megosztotta a gondolatait. Viszonthallásra! Köszönöm szépen, viszonthallásra!